Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezek, és ebben a videóban most a The Black Cat című, azaz a Fekete Macska című filmet szeretném bemutatni. Akit érdekel, az tartson velem. És akkor kezdeném is a kiadvány bemutatásával. Ez egy sima műanyag tokos egylemezes kiadás az Erro videótól, és itt az eredeti borítója látható a filmnek. Nem tudom, hogy ehhez készült-e díszdobozos kiadás egyébként, mert már ez egy korábbi megjelenés, én utólag vettem meg. És itt látható rajta a borítón egy jó kis marketing szöveg, ami szerintem elég jó lett, nekem tetszik, és a borítója is. És akkor itt látható a gerince a filmnek, és hátulról pedig van egy kis leírás a rendezőről, a filmről, az extrák itt vannak rajta, és ugye 91 perces a film, és mono 1.0-as hang van rajta, meg lehet nézni olaszul is és angolul is a filmet. Én olaszul néztem, és angol felirattal. Így néz ki hátulról teljes egészében. És ha kinyitjuk, akkor itt látható a belseje. Ez az artwork, amit az Erro videó készített hozzá, ami szerintem nagyon jó lett, de itt van maga a lemez. És ha kiveszük, akkor látszódik a belső borító is, vagyis a másik borító, amit meg lehet fordítani, és szerintem ez is nagyon jó lett, nekem nagyon tetszik. És ugye ez a film egy Edgar Allan Poe novella alapján készült, és nekem megvan a könyv is. Egy zsebkönyv, amiben több novella is található, és benne van a Fekete Macska című novella is, ami egyébként nem egy hosszú. Itt látható, hogy mely novellák vannak a könyvben, és egyébként a Fekete Macska szerintem az egyik legjobb Poe novella, úgyhogy azt is tudom ajánlani mindenkinek. És akkor most nézzük meg a filmnek a menüjét, és utána pedig elmondom a véleményemet röviden. Ezt a filmet Lucio Fulci rendezte 1981-ben, ugye ő egy olasz rendező volt, és ez már nem az első Fekete Macska feldolgozás volt, ugye már a 30-as években is csináltak belőle Lugosi Bélával is, de hát az ugye teljesen más stílusú filmeket készítettek ők, mint ugye a 80-as években Olaszországban ilyen nagyon gore filmeket készítettek, főleg hát ugye Fulci. Elég csak megnézni például a Pokol hétkapuját, vagy a Zombi 2. Nagyon véres filmek. És ugye, hát elkészítette ő is ezt a feldolgozást, ami, hát ha azt nézzük, akkor a ez időtárt, 81-ben ő a csúcson volt, itt nagyon sok jó filmet készített,
és ez is közéjük tartozik, de valahogy mégis kilóg a sorból, mert ebbe hozzá képest sokkal kevesebb a gól. A film főszereplője Patrick Magee, aki ugye hát több híresebb filmben is játszott, például amit bemutattam korábban a Mechanikus Narancsban, és ugye az 71-es film, ez pedig ugye már 81-es, tehát itt már 10 évvel idősebb volt, és ő sajnos egyébként el is hunyt a film készítése után nem sokkal, 82-ben. Igazából nagyon negatívumot nem is tudnék mondani a filmről, a zenéje is nagyon jó. Igazi ilyen olasz horrorfilmre emlékeztető zenéje van neki. Akkor a helyszín is nagyon jó, ilyen kis olasz kis faluban játszódik, nagyon hangulatos. Van rajta egyébként egy ilyen extra filmen, vagyis a kiadványon, a lemezen, amiben elmennek azokra a helyszínekre, ahol a film játszott, csak ugye mai időben az például az nagyon jó. A film története csak nagy vonalakban követi a novella sztoriát. Egyébként nem egy túl bonyolult, tehát annyi, hogy van ugye egy macska benne, aki így elkezdi gyilkolászni az embereket, és akkor ugye elkezdenek nyomozni utána, hogy mi lehet, és ennek a macskának a gazdája, őnek van ilyen szuper ereje, vagyis hát ilyen, hogy tud beszélni a halottakkal, és szokott is kijárni a temetőbe, a sírokhoz, és akkor is felveszi szalagra a beszélgetésüket. És hát itt is vannak egyébként elég jó ilyen temetős jelentek, amik nekem nagyon tetszettek, és nagyon hangulatosak voltak. És akkor elkezdenek nyomozni, és akkor ugye szép lassan ugye a szálak itt is hozzájuk fognak majd vezetni, és akkor itt bontakozik ki majd a film vége. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis olasz horrorfilm lett. Azoknak tudnám ajánlani, akik szeretik az olasz filmeket 80-as években, vagy például a rendező Lucio Fulcit, vagy aki szereti Poe novelláit. Tényleg, mint elmondtam, Fulchhoz képest nem egy túl véres film, aki ismeri őt, az tudja, de egy nagyon jó kis film, nekem nagyon tetszett, és tényleg tudom ajánlani. Úgyhogy szerintem én röviden ennyit szerettem volna erről a filmről elmondani. Köszönöm, hogy végignéztetek a videót, és legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!